A török Emin Alper a Domb mögött című filmje nyerte el az Európai Filmek 19. Nemzetközi Fesztiváljának Aranytorony díját. Az alkotások közül többet külön díjjal jutalmaztak, de lássuk előbb, hogyan is kezdődött ez az egy hét. A gyorsan érkező hidegfront sem viasztotta vissza a Palicsi Filmfesztiválra érkező vendégeket július 14-én. A nézők és alkotók ismét megtöltötték a nyári színpad lelátóját. Az Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválja ezúttal egy magyar filmmel kezdődött. Ligau Bence csak a Szél című alkotását mutatták be. Itt talán Szabadkán a Palicsi Filmfesztiválon, ha már beválogattunk magyar filmet a versenybe, akkor külön azt hiszem, hogy ennek fontos jelentősége van, hogy ezzel kezdődik a Palicsi Fesztivál, és éppen a nyitó ünnepi program után a magyar film nyitja majd a Palicsi Európai Nemzetközi Fesztivál. Én személy szerint ezt fontosnak tartom, de hát gondolom, hogy ez nem véletlenül történt így. Ligauf Bence már a film elején jelzi, hogy bár történetét a 2008-2009-es magyarországi cigánygyilkosságok inspirálták, célja nem az események tényszerű rekonstruálása. Kiválaszt tehát egy családot, amelynek tagjait egyetlen hosszú nyári napon át követve mutatja meg a környezetükben láthatatlanul lapangó félelmet és előítéleteket. Ezt a filmet ugye, amikor mi csináltuk, akkor egy családot megöltek, és azért csinálták ezt a filmet. És azóta Magyarországon a dolog annyira változott, hogy jobban elfogadják őket, hogy az, hogy nem nézik le őket annyira, meg nem közösítik ki őket, de úgy nagyon így nem szoktam nézni, hogy mi történik. Csak hallottam a múltkor is a tévében, hogy ugye ennek ellenére, hogy ezt a filmet megcsinálták, mégis megtámadtak egy újabb családot. Lemvidéken valahol. Amiben én járok iskola, az ugyanolyan románok és magyarok is járnak oda, úgyhogy így semmi nem változott. Ott megkülönböztetés sincs tanárokkal szemben, diákok fele. A magyar filmek válogatása is sok nézőt vonzott. A Csicska egy vidéki tanyán élő földműves gazdáról szól, aki rettegésben tartja a feleségét és a gyerekeit. Mivel éppen hogy csak fent tudja tartani magát és a családját, az istállóban úgynevezett csicskát, vagyis tulajdonképpen rabszolgát tart. A család tagjai és a csicska közeli, de nagyon morbid kapcsolatban vannak egymással. A rabszolgaként tartottat minden szempontból állatként kezelik. A filmet a hasonló szituációt túlélt emberek beszámolói és a témához kapcsolódó híradások inspirálták. A Nyár utca nem megy tovább című film egy vasárnap délelőtt játszódik Budapesten a 74-es trolin. A cselekmény valós időben, 71 néhány perc alatt történik, időmúlás nincs a történetben. A cselekmény főszála az, hogy a trolira felszálló férfi megpróbálja eltéríteni a kötött pályás járművet. Ráadásul a hétvégi kis forgalomban az éppen trolin tartózkodó összes utas jól ismeri őt. Felike! Mi dönti el, hogy valaki, aki egyébként operatőr, egyszer csak elkezd rendezni? Hát én amikor ugye a főiskolára felvételiztem, akkor operatőr szakra felvételiztem, operatőr akartam lenni, és aztán a főiskola közben jöttem rá, hogy engem azért ennél sokkal több minden érdekel, pontosabban jobban érdekel a rendezés része is, mint amennyire én azt gondoltam. Ugye az ember a főiskola előtt nem pontosan tudja, hogy mi is ez a filmkészítés. Valamit gondol róla, sokat jár moziba, olvas róla, de azért az nem az, mint amikor ember csinálja. És arra kellett rájövök, hogy engem ez a rendezés részén nagyon érdekel, de ugyanakkor az operatőri munkában meg olyan mértékben voltam beleszeretve, hogy azt én nem tudtam és nem is tudnám ott hagyni. Másképp rendez az, aki képekben gondolkodik, mint az, aki szavakban, szövegben? Nyilván rányomja a bélyegét a gondolkodásomra, főleg technikailag mindenképpen biztos, hogy jót tesz, hogy bizonyos dolgokat én, hogy is mondjam, reflexzerűen tudok, mint operatőr, és ezért nyilván jobban tudok az operatőrrel is kommunikálni, és nekem szükségem van arra, hogy képekben erős legyen egy film, amit csinálok.
Ennyiben más, de igazából azt tapasztalom, hogy azok a rendezők, akikkel én nagyon szerettem dolgozni az életem során, azok mind nagyon-nagyon jól tudtak képbe gondolkozni, tehát rá kellett jöjjek, hogy az előny igazából nincs, mert nagyon, a jó rendező igazából ugyanúgy tud képekbe gondolkozni, mint egy operatőr. A film 74 perces, és maga a történet is 74 percet ölel fel, tehát valós idejű. Ennek van többlet jelentése, vagy ez így alakult? Itt ugye már a megírott anyag is, ez egy készforgatókönyv volt, amit én kaptam, fölhívtak telefonon, van a kedvem megrendezni ezt. És itt ugye mindig akkor érdekes egy történeti szituáció, hogyha a szereplőket valami összefűzi, miközben egyébként az érdekeik ellentétesek, de ugye arról van szó, hogyha nekem nagyon mások az érdekeim, mint annak az embernek ott, akkor egyszerűen lelépek, megyek tovább, akkor mások. De hogyha valami a szereplőket összeköti, akkor onnantól kezdve kezd izgalmas lenni a történet. Most itt egy zárt tér az, ami összeköti ezeket a szereplőket, és valahogy ehhez a zárt térhez egy kicsit az én fejemben hozzátartozott az, hogy folyamatos időben, tehát időugrás, időmulás nélkül meséljem a történetet. Valahogy a kettő nekem nagyon összetartozik. Ön hogy fejezte volna be? Nem vagyok benne biztos a mai napig, hogy úgy fejeztem volna be a másik módon, de az én fejemben járt egy másik változat, az egész egyszerűen az, hogy a legvégét egyszerűen én levágtam volna a film végéről. Ebben a szekcióban az egyik legjobban várt film Jankovics Marcell alkotása volt. Az ember tragédiája 23 évig készült. ...1859-ben írta meg Madách Imre ezt a művet, ami 15 színből áll. Jankovics Marcell 1988-ban készítette el a képes forgatókönyvet. És ezt ne úgy képzeljék el, hogy mi 23 éven keresztül csak ezt csináltuk, mindig amikor pénzt tudtunk szerezni, akkor egy-egy színt elkészítettünk. Idén külön szekcióban mutatták be az új svéd filmeket, de a skandináv ország alkotásai a versenyprogramban is szerepeltek. Faktum är att majoriteten av alla offer och förövare står i nära relation till varandra. Ja, och vem är offer och vem är förövare? Ja, berätta. Jag har ingen familj. Jag är fortfarande kvar. Every human being and every family wants to have love and happiness. This story, when I first read it, that was I wasn't really sure about the story from the beginning, because I thought it was in a way very wide. I was like, what is this about? Okay, it is about happiness, it is about love, it is about grief and forgiveness and revenge in a way. But I had also difficulties from the beginning. This was many years ago when I first read it, to find out the point of view, even though I loved the story. But what I decided was to make this like a fairy tale, or make it more like traditional in a way story, with the good and the bad, the poor good family and the rich bad family, and those things that are in a way very stereotypic, but if you see it from the point of view as a fairy tale, then it's for me something totally different. So I think in a way it's a story about everything that is about being human. A filmfesztivál felén túl egyre brutálisabb és zsigerbe markoló filmeket láthatott a közönség. Timo Warren szól a rendező, Iron Sky, azaz Vasból az ég című filmje nem marad a realitások talaján. Időnként mégis olyan, mintha egy lehetséges jövőképet látnánk. A film 6 évig készült. Y'all must be tripping. Now my question is, what do y'all plan to do about it? Because we just happen to have a little something up our own sleeve. This film was born in Sauna in Finland in 2005. It was basically five guys
We were sitting around in sauna, drinking some beer, and a friend of mine said that, why don't we make a film about moon Nazis? A történet szerint a II. Világháború végén nácik űrhajóval a hold sötét oldalára menekülnek, majd 70 év múlva teljesen modern technológiával felszerelve készen állnak arra, hogy elfoglalják a Földet. I thought that, you know, this is too weird, but I started to look on the internet and I found out that there's actually a lot of people who believe that there are Nazis on the moon. A párhuzamok és ütközések szekcióban vetítették a Tölténygyűjtő című orosz filmet. Alexander Vartanov, a film rendezője, az orosz fiatalok helyzetével foglalkozik. A filmben fontos szerepe van a színeknek, egészen pontosan ezek hiányának. A képek fekete-fehér technikája a tinédzserek végletes gondolkodását ábrázolja. The black and white thing is partially because of Truffaut, obviously, but it's not the main reason. The main reason is black and white reflects the way the principal character sees the world. For him, there's no colors, there's no shades of gray even. For him, exists only. I don't know, love and hate, truth and untruth, only this, it's a kind of bipolar reality. He doesn't see any shades. He believes that the world is like this. There is truth, and there is a right way to live and there is a wrong way to live. So the black and white thing, it reflects the way principal character sees the world. Ebben a szekcióban mutatták be a Szerbiai klip című filmet is. Az alkotás a mai tinédzserek gyökértelenségét, elveszettségét, valamint erkölcsi és érzelmi ürességét mutatja be, szinte dokumentarista módon. Az alkotók szerint a film kegyetlen társadalomkritika. Scenariju, svaki taj lik ja mogu da postavitim sa nekom mojom drugaricom ili drugom što mi je totalno i da mi se dogodilo neka scena koja se dešava, ne znam, mi pričamo nešto i ja kažem, maj, to se ne dešava, daj da mi to da pričam. Još smo mi bili mali, ne znam, iz Dora 14, mi 15 godina, niko nije malo da ne bio ni puno, ne znam. Rekao, ja, to se ne dešava, ono, i onako vidjet ćeš polako. I dešava se nakon jedno dvije godine da dolazi drugarica kod mene i priča mi isti tekst, baš sve što, ja sam bila u šoku, uopšte ono, te kasnije kad shvatiš da se to stvarno dešava i da tu uopšte se ništa ne krije i ono. A Léna című holland-belgiumi film is a fiatalokkal foglalkozik. Hollandia szabad ország, Amsterdamban szinte mindent megtehetnek a fiatalok, mondta a film kapcsán Nils Gombert színész. Szerbiával és Magyarországgal szemben ott a szülők szabadon beszélnek gyerekeikkel a szexualitásról, vagy éppen a kábítószer élvezésről. A Léna mégsem lett közönségsiker Hollandiában. A fiatalok ugyanis nem szeretnek szembesülni az őket érintő nehéz kérdésekkel. Hey! Jij bent 17. Jij moet met mama blijven. First of all, when we were doing auditions, it was a really long process because this movie could only be successful if we would found Lena, the main character. It had to be really, it had to be her. It had to be a typecast. So they did, I think, almost a year or even more for finding the character Lena. And then after this year when they found her, then they started finding my character, which was a lot easier for them. I started doing auditions with her, and in the beginning I noticed that she was not an actress at all. She was just herself. And so we did a lot of training together and talking about acting and how to cooperate with all the attention and the shame of being showing yourself nude in television, things like this. Este koncertek várták a Palicsra látogatókat.
De zenével nem csak így, hanem a fiatal európai alkotók filmjeit bemutató válogatásban is találkozhattunk. A Szerető Villa című alkotás több zenekart követ végig egy koncertsorozaton. Ima puno muzičkih dokumentaraca u svetu, ali kod nas ih nema toliko puno, naročito u ovoj formi koju smo mi izabrali, bez Talking Head-ova, nego baš pristup scenski i njihovim životima. A inspirisala nas je muzika, mislim, išli smo na te koncerte, bile u prvim redovima, makar ja. I onda, o, ja sam veliki fan. Pa svih tih bendova nekako. Sada više ne mogu ni da razlikujem to jer su mi postali i drugari, tako da ih ne gledam sa te fanovske strane. Ali ovaj, muzika je sve pokrenula i to je to. Ja mislim da svako ko se bavi nečim kreativnim ima prosto tu potrebu da se izrazi na neki način. Da li je to nezadovoljstvo, zadovoljstvo, da li je to, ne znam, propala veze ili šta god. A Dombok mögött című románfilm valódi emberi szenvedéseket mutat be. Krisztián Mungiu rendező folytogató légkörű filmet készített a szegénységről, elmaradottságról, az elégtelen orvosi ellátásról, de leginkább arról, hogy milyen sors is vár a román árvaházakban felnőtt gyerekekre, akiket a nevelőszülők is csak kizsákmányolnak, és akik vagy külföldön, vagy egy mindentől elzárt, ortodox zárda közösségben remélhetnek menedéket, ahol viszont nincs helye másságnak, valamint szigorú rend és vallási fanatizmus uralkodik. Rămâi tu leac cu fetele? Hai cu tot, că doar nu mănâncă nimeni, haide! Da. We just finished the school and it's our first roles in the movie and the word for the movie is a plus for us too. And we were very glad and we're watching TV, seeing the girls happy and the Christian, so we're happy too. Both. We worked for 3 months for this movie. We had 1 week of preparation before we go to the set, but it was really nice work for us. He's a good director and he knows what to ask you and where to lead you to get the character. And that's very important. If you don't have a good director who can tell you what to do, what character you are, and where are you going with this character, it's not working. So he knew how to talk to us and he knew how to train us to give the best for this movie. So I'm glad I worked with him and Vika as well. Glad he worked with El. And we hope that we'll still work with him, because we enjoyed it and we loved it. It was hard because it was quite cold over there. It was the winter, and we had minus 30 actually. We had. I remember that Vika got sick one day when we had minus 32. And we went with her to the hospital, but everything was okay after that. A Paradicsom szerelem című osztrák-német-francia film középpontjában a szexturizmus áll. Olyan középkorú, köztiszteletben álló idősebb nőket mutat be, akik Kenyában a helyi fiatal férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot. A film fő célja bemutatni, hogy a megszokott környezetüktől távol mennyire ki tudnak vetkőzni önmagukból az emberek. Az alkotást Cannes-ban is bemutatták, ahol igencsak megosztotta a közönséget. Ezért a filmért Ulrich Seidel rendező hazavihette a Palicsi Filmfesztivál legjobb rendezői díját. How many white women in this bed? White woman? No one. Tell me the truth. That's the truth. If you work with Ulrich Seidel, it's always a risk because many people don't like the film of Ulrich Seidel. And if you get applause, it's good for my heart. You know, even when I heard that I have to do these castings for Ulrich Seidel, I don't know what a sugar mama is. And after the first castings, I know it already. And then, you know, Ulrich is working like this, that
there always there's no written words. It's all improvisation. And I have to do many, many castings to show that I'm able to do this. And the other difficulty was that he works with non-professionals in Africa. And you know, they don't know how to act, and you have to help them in a scene. Egy lehetséges szerbiai meleg felvonulásról szól a Parádé című film, amelyet teltház előtt vetítettek a versenyprogramban a Palicsi nyári színpadon. A szerb, szlovén, horvát, macedón és montenegrói koprodukcióban készült filmet Srdjan Dragojevic rendezte. Az alkotást a volt Jugoszlávia szinte minden országában bemutatták, és a közönség vagy teljesen elhatárolódott a témától, vagy tapsolva ünnepelte a produkciót. Da ćemo da napravimo svadbu koja će da se pamti. Da se pamti! Pa svi su bili jako napeti. Mi smo čak ponovili neke kadrove sa tog snimanja, to je zadnja scena u filmu, zato što smo i mi glumci bili vrlo nervozni. Ali mislim da je bilo dragoceno što smo snimali tada, jer su i glumci, ekipa dobili doživljaj da radimo nešto što je vrlo značajno. The contribution to the European cinema to Mr. Zoran Simjanović. A fesztivál Litka Sándor díját idén Zoran Simjanović zeneszerző és Jean-Marc Barr színészrendező vehette át. Ovo je divna nagrada, zato što su je dobili sjajni ljudi pre mene i verovatno će sjajni ljudi posle mene dobijati tu nagradu, tako da je najlepše biti u dobrom društvu, a ova nagrada je stvarno u dobrom društvu. Tako da ja volim ovu nagradu, ja volim Palić, ja volim Suboticu, ja sam u Subotici od 67. godine i prvo na Omladinskom festivalu kao roker, pa onda kasnije sa filmom, sve, tako da se osjećam kao kod kuće. I don't take this business seriously, so I try not to take things too seriously. But I'm attached to this country. I've lived a little bit of its history, I've lived its culture, and I know how seriously it takes culture. So for me, it's a great honor. It's something that encourages one to continue in doing what one thinks is right. And that's my first award. You okay? I'm very happy. What do you think of Serbian people? Well, I was with a Serbian lady for 17 years. I knew Yugoslavia. She's family. And so in many ways, I'm not uncomfortable here. I feel quite at home. So I think that's how I feel about Serbia. Az Underground Spirit díjat Joen Utkilenskót rendező kapta, aki beszédében kiemelte, hogy a díj elnevezése mennyire pontosan tükrözi az ő munkásságát, és hogy ennél találóbb elismerést nem is kaphatott volna. Once you win an award, your name will be put somewhere in writing, and more people see it, and people will think you're more important than you were before you won the award. So, yeah, but it's a bit like how long is a piece of string, I suppose. It's difficult, but I think, yeah, it helps somehow. 9 különböző szekcióban mintegy 80 európai alkotást vetítettek le az egyhetes fesztivál ideje alatt 5 helyszínen. Idén is szerveztek szakmai kerekasztalbeszélgetéseket, produceri tevékenységről szóló műhelymunkát, és két kiadványt is megjelentettek, a Század előn Vajdaságban készült filmekről és a szabadkai filmes alkotókról. Hiánypótló, művelődés történeti szempontból is jelentős Siflis Zoltán filmrendező most megjelent könyve, a Szabadkai Filmalkotók Arcképcsarnoka című kiadvány. Az elmúlt évtizedekben készült játék és dokumentumfilmek alkotói eltűntek a köztudatból, munkáik feledésbe merültek, mondta Siflis. Az Arcképcsarnok az első lépés afelé, hogy a közönség megismerje azokat az embereket, akik gazdagították és gazdagítják a szabadkai, a vajdasági, a szerbiai és az egyetemes magyar filmgyártást. Remélem, hogy felcsigázza
a közösséget, és mindazokat az embereket, akik az adott a mostani intézmények élén vannak, hogy mit tehetnének, hogy ez a filmművészeti kincs közkincsé legyen. Mert ez most már még egy könyv, ami akkor, és az itt benne foglalt filmművészeti tények, akkor válnak majd közkincsé, ezt az emberek kezükbe vesznek, elolvassák, megismerik az alkotókat, és felmerül velük esetleg az az igény, hogy jó lenne megismerni ezeket a filmeket. Azt várom, hogy talán lesznek olyan megszállottak, akik ezt az egész feladatot továbbvinnék, megteremtenék azokat az intézményes feltételeket, hogy valamilyen rendszerességgel begyűjteni ezektől az alkotóktól a filmeket. Először meg kell nézni, és utána nézni, hogy hol vannak ezek a filmek, milyen állapotban. Tudjuk, hogy a filmarchívumokat komolyan kell gondozni, tehát létre kellene hozni egy komoly filmarchívumot, és ezzel végre ezt a kérdést is, vagy ezt a területet is, a vajdasági és a szabadkai filmművészetnek, filmművészetet ilyen formában hát kezdeni rendezni, és hát hozzáférhetővé tenni az érdeklődő közönségnek. Közönség pedig várja, mert szeretünk filmet nézni, csak hát nehezen tudunk hozzájutni, hogyha sok esetben mi már a szerzők sem rendelkeznek a filmekkel, csak emlékeznek, hogy ez elkészült, mert, de szerencsére azt elmondhatom, kapcsolatban lépve a szerzőkkel, hogy nagyon kevés film veszett el, és semmisült meg fizikailag. Tehát még mindig 12 előtt 5 perc vagyunk, tehát még mindig nem késő begyűjteni a filmeket, elkezdeni a begyűjtést, mert akkor talán jó részét azoknak a filmeknek, amelyek itt fel vannak sorolva, azokat egy archívumba el lehet helyezni, meg lehet óvni, digitalizálni, és a közeljövőbe a közönségnek bemutatni. A filmfesztivál könyvbemutatóinak sorában bemutatták Deján Koszánovics szernyelvű kiadványát is. A Vajdasági film rövid története 1896 és 1941 között című könyv a vajdasági filmtörténettel foglalkozik az említett periódusban. A szerző elmondta, hogy könyvét kezdő lépésnek és útmutatónak szánja. Hozzátette, szeretné, ha a fiatalabb generációk követnék a példáját, és elkezdenék kutatni a régió filmművészetét. Treba sve čuvati i biti svesni da je to istorija. Ovo što ste vi sad razgovarali sa kolegama, posebno sa ovim našim domaćim kolegama, i to je deo istorije filma koje će se proučavati kroz 10, 15, 20 godina. Nažalost, takav odnos prema filmskoj prošlosti nije uvek bio isti i ja sam od 71. nadalje počeo da se bavim intenzivno filmskom prošlošću na teritoriji ondašnje Jugoslavije, u regionu, šire. A tervek szerint a 20. jubileumi Palicsi Filmfesztivál július 13-tól 19-ig tart, és ha a költségvetés is megengedi, talán egy nappal tovább is.